1664. november 18-án a Csáktornya melletti Kursaneci erdőben vadászbalesetben elhunyt a korszak legmeghatározóbb magyar államférfia és hadvezére, a költő Zrínyi Miklós. A főúr már hazafelé készült vendégeivel, amikor egy Póka nevű vadász megsebesített egy vadkant. Zrínyi visszafordult, s néhány ember kíséretében, a vérnyomot követve, a vadkan után eredt, mire a sebzett vad rátámadt. A helyszínre érkezők már nem tudtak segíteni rajta. Zrínyi negyed óra alatt elvérzett. Zrínyi Miklós ravatala fölött. Özvegye, Lőbül Mária Zsófia és az elhunyt, Csáktornyára érkező öccse, Zrínyi Péter a következő napokban levelek sorában számolt be a tragédiáról. A temetést minden bizonnyal Zrínyi Péter irányításával készítették elő, aki bátyja halálával nem csak a család legidősebb férfi tagja lett, hanem Zrínyi Miklós mások mellett őt bízta meg testamentuma végrehajtásával. Ebben vagyonának elosztása mellett temetéséről is rendelkezett. Minden fölösleges pompa és költség nélkül temessenek el Szent Ilonai temetkezési helyünkön. És a végtisztességet ne halogassák hosszabb ideig, hanem egy hónapon belül mindenképpen tartsák meg. A tragédia napján a csáktornyai kastélyba visszavitt testet díszes viseletbe öltöztették. Bár a 17. században a főnemesség körében szokás volt az elhunytról ravatalképet készítetni, Zrínyi Miklósé nem maradt fenn. Ravatala hasonlóan nézhetett ki, mint ahogy azaz 1648-ban elhunyt Illésházi Gáspár halotti portréján megjelenik. A haláleset és a temetés között alig egy hónap telt el, ami kifejezetten rövid időnek számított a kor ismert főúri temetései között. Általában a haláleset után több hónappal került sor a temetésre, a Zrínyi testvérek 1626. decemberében elhunyt édesapját is 9 hónappal később temették el. Zrínyi Miklós temetésének előkészületeiről nem rendelkezünk adatokkal, de a 17. században ismert források alapján feltételezhetjük, hogy a ravatalkép elkészítése mellett az elhunyt családi címerét is megfestették. A gyászszertartás helyéül szolgáló templomban felépítették a Castrum Doloriszt, vagy ahogy a korabeli magyar nyelvben nevezték, a bánatházát, amelyen ravatalképet, címert, halotti zászlókat és fegyvereket is elhelyeztek. December 21-én Csáktornyáról indult el a gyászmenet, hogy a 3 kilométerre fekvő Szent Ilonai Pálos Kolostor templomába kísérjék Zrínyi Miklóst, majd a gyászszertartás után a templom melletti családi mauzóleumba helyezzék örök nyugalomba. A temetésről a Zrínyi család történetírója, Márkusz Forstál, ágostonos szerzetes, a következőket írta. Díszes halotti pompával, az ellenségtől általa zsákmányolt számtalan zászlóval és hadijelvénnyel ékes gyászszertartáson, atyái sírboltjában zárták érckoporsóba. Zrínyi Miklós temetési menetét nem ismerjük. A korszak szokásaiból következtethetünk rá, hogy a menetben meghordozhatták a főúr katonai rangját és földesúri joghatalmát reprezentáló sisakot, buzogányt, sarkantyút és pallost, ahogyan tették például 1652-ben a 4 Eszterházi fiú nagyszombati temetésén is. A
A liturgiát Petretics Péter zágrábi püspök vezette. A végtisztesség során több gyászbeszéd is elhangzott, melyek közül Kéri Jánosé máig fennmaradt. Vérrel vegyült könnyek áradásával sírassa minden hős képmását, minden hős bátor példáját, minden hős mintaképét és ideáját, a halott zrínyit minden korszak és teremtmény, mindegyik nem, valamint gazdagok és szegények, magánszemélyek és fejedelmek, idegenek és polgárok, királyok, vezérek, országok, népek, városok és az egész világ. A 16-17. Századi főúri végtisztesség eseményei között meghatározott szereppel bírt a halott számára rendezett lakoma, azaz a halottitor. Ennek fogásait különleges fűszerekkel készítették, mint a szerecsendió, fahéj vagy őrölt gyömbér, de a füge is az ételek között szerepelt. Az olyan kiemelkedő társadalmi eseményekre, mint az udvar főúrának temetése, ahová sok vendéget vártak, gyakran kölcsönöztek a rokonság más udvaraiból konyhai és más személyzetet. A megözvegyült asszony azonban elvonult a gyászolóktól, és nem vett részt a lakomán. Zrínyi Miklós második feleségét, Löbl Mária Zsófiát 1652-ben vette el. Halála után politikai feladatait és báni méltóságát öccse Péter örökölte, aki a temetést követően beköltözött a családfőt megillető Csáktornyai várba. Közös döntés alapján az özvegy családjával szintén ott maradt, s onnan irányította gyermekei birtokainak ügyeit. A vagyonelosztás kérdései és az együttlakás komoly vitákat eredményezett, amit Zrínyi Péter felesége, Frangepán Katalin és Löbl Mária Zsófia személyes ellentéte súlyosbított, míg nem Zrínyi Péter hadi veszélyre hivatkozva távozásra szólította fel sógornőjét. Az özvegy ekkor gyermekeivel Varasdra költözött, ahova feltehetően magával vitte az elhunyt Zrínyi testamentuma szerint neki járó ingó vagyonrészt, köztük a korban nagy értéket képviselő díszöltözeteket is. A 16.-17. Században a ruházat a társadalmi és az önreprezentáció egyik legfontosabb eszköze volt. A 16.-17. századi főnemesi asszonyok díszöltözetük alatt fehér neműt, harisnyát, inget, esetleg fűzőt viseltek. Alsó ruházatukra hosszú inget vagy ingvállat vettek, melyet alsó és felső szoknyával egészítettek ki. Díszöltözetük leglátványosabb részét a drága anyagból készült, gazdagon díszített ruhaderék és szoknya képezte, melyen kötényt viseltek. Hidegebb idő esetén mentét, ködmönt, esetleg köpenyt hordtak. Fejfedőként a hajadon lányok pártával, a férjes asszonyok főkötővel ékesítették magukat a mindennapok során, télen kalapokkal és különféle fejfedőkkel egészítették ki viseletüket.